Na hát, sziasztok! Hát ebben a videóban igazából fogok beszélni a kárászokról, hogy mit kell tudni. Csak itt érdekel ez a videó, az tartson velem. A pontyfélék családjába tartozó kárász, vagy más néven aranykárász, őshonos halunk. Bajsza ugye nincsen, ez a legegyszerűbb módja a ponttól való megkülönböztetéshez. Bognár tüskéje 29 és 31 apró fog található. Az ezüstkárásztól eltérően a hashártyája nem fekete, főleg tavakban, elmocsarasodott holtágokban és lassú folyású folyókban találhatjuk meg őket. Szívós halfaj, jól bírja az oxigénhiányos vizeket is, síkvidéki tavakban régen tömegesen voltak megtalálhatóak, és most jön a testhossz és tömege. A hazai vizekben ritkán elérheti a 20 cm-es hosszúságot is, és a 70 dekás súlyt is. Szaporodása. Május-júliusban szaporodik, ivarérettségét 2-3 évesen éri el. Horgászati szabályozás. Magyarországon a horgászati szabályozás alá nem esik, de ugye a széles kárász, vagy ugye más néven aranykárász, ahogy én is szoktam hívni, védett halfaj. Táplálkozása. Zooplanktonokkal, rovarokkal, férgekkel és növényi eredetű táplálékokkal táplálkozik. Horgászat. Horgászható finomúszós szerelékkel vagy fenekedő szerelékkel. Sokszor akad horogra pontyozás közben is. Csaliként giliszta, kenyér, kukorica vagy különböző pontyféléknek gyártott horgászcsali is tökéletes lehet. Rekordok. A legnagyobb példányt Finnországban fogták, 6,4 kg-os volt, életkorát 70 évre becsülték. A magyar rekord 3,55 kg. Na és ha tetszett volna ez a kis videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne feledkezzetek el feliratkozni, és akkor nem tudtok lemaradni a legújabb videókról. Aki szeretne csatlakozni a csatornatagságomhoz, annak nagyon tudnák örülni, ha csatlakoznátok, mert ugye már van kint egy ilyen kis különlegesebb videó, úgyhogy akkor sziasztok!